A Mi Hazánk mozgalom határozottan tiltakozik a munkatörvénykönyvének kettő tervezett módosítása ellen. Az egyik módosítási tervezet arról szól, hogy az eddigiektől eltérően, amikor ugyebár a munkavállaló 7 szabadnapjáról önállóan rendelkezhetett, a tervezet szerint ez lecsökkent 0-ra, tehát nem rendelkezhet a szabad napjairól. A másik tervezet pedig különösen felháborító, ugyanis a megváltozott egészségügyi állapotú dolgozókat ezentúl végkielégítés nélkül el lehetne bocsátani. Mi úgy látjuk, hogy Orbán Viktor bár gyakran beszél a munkaalapú társadalomról, ezek csak szavak. Ugyanis az elmúlt 12 évben egy úgynevezett urambátyám rendszert épített ki a Fidesz, amely nagyon távol áll a munkaalapú társadalom elveitől és egy dolgozók pártján álló szociális állam képétől. Valójában a multikat, a globális nagytőkét szolgálták ki, és nem lennénk meglepve, hogyha esetleg valamilyen úton, módon kiderülne, hogy csak úgy, mint 2018-ban a túlóra törvény esetében, amelyet a multik szája íze szerint fogalmaztak, itt is valami hasonlóval állnánk szemben. A Mi Hazánk mozgalom minden esetre felszólítja a kormányt, hogy ne hajtsa végre ezeket a módosításokat a munkatörvénykönyvében. Ha ezt mégis megteszi, akkor mint egyedüli, tisztán és hitelesen a dolgozók pártján álló mozgalom, mint a Mi Hazánk mozgalom, elképzelhető, hogy különféle figyelemfelhívó akciókkal fog tiltakozni ez ellen.